Dolgoznak a szakemberek és a munkagépek Nyíregyházán, a Nagykörút és a Benső körút kereszteződésében, és már látszik a forgalmi irányokat elválasztó terelősziget is. Sőt, már aszfaltoznak is. A munkálatok április közepén kezdődtek. Két fejlesztési sorozatunk meccéspontja ez tulajdonképpen. Egyrészt a Bújtosi tavakból Városliget lett nagyon szép felújítás után, ami még több embert vonzott ide. Másrészt a 11 évvel ezelőtt összeállított közlekedési csomópont fejlesztési programunk újabb állomása ez. Itt a Belső körút, László körút, Nagy körút csomópontnál egy közlekedési lámpás forgalomszabályozású új csomópont épül, aminek fontos eleme az, hogy új sávok is lesznek. A szakemberek figyeltek a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságára is, az átépítés részeként akadálymentesített gyalogos átvezetés és a meglévő kerékpárutak összekapcsolása is megvalósul. A közmű átépítések már megtörténtek, jelenleg 50%-os a készültség szintje. Körforgalmat nem lehetett volna azért, mert ugye az egész Nagykörút, aminek a bezárása is rohamléptekben épül és hónapokon belül elkészül, tehát azt nem lehetett volna megtörni. Tehát egy végig, ugye a Nagykörút az egy belső körgyűrünk, amit végig lámpás szabályozott forgalomszabályozással megy, oda egy Nagykörútat nem lehet tenni. Más oka is volt ennek, mert a körforgalomnak is megvannak a szabályai, ott nem felelt meg ez a csomópont annak. A kereszteződés újragondolása és átépítése a polgármester szerint már időszerű volt, rendszeres itt a koccanás, sőt, 4 évvel ezelőtt halálos baleset is történt. Az új jelzőlámpás rendszerrel biztonságosabb lesz itt a közlekedés, és ez biztosítja majd a Nagykörúton a folyamatos haladást is. A projekt az Európai Unió támogatásával egy közel 830 millió forintos csomag részeként mintegy 170 millió forintból valósul meg. A tervek szerint augusztus végére már át is adják teljes egészében az autósoknak ezt a szakaszt.